A csantavéri kecsenovics fivérek több mint 100 fejős teheret tartanak, és naponta közel 2300-2400 liter tejet adnak át a szabadkai tejüzemnek. A tejre és tejtermékekre bevezetett illeték, azt mondják, szép gesztus az állam részéről, de tartós megoldást nem biztosít a gazdák számára. Nagyon ötletesen csinálták, hogy bevezették az adót, csak sajnos óriási hibát követtek el, hogy a tejporra nem tettek adót. Azt kellene legelsősorban megadóztatni, mert ugye legnagyobb fogyasztók a kékszgyárak és a csokoládégyárak, akik a tejport használják, azok most mindezt az olcsó tejport használják, és a drága termékeket adják el a hazai piacon. De ez kihat a mi fönnmaradásunkra, mert több mint valószínű, hogy azt a tejport olcsóbban kapják még, tehát az nincsen megadóztatva kellőképpen, kellene védővámot rátenni. A behozatali tej és tejtermékeket a szerb állam 10 és 30 dinár közötti illetékkel terheli literenként, illetve kilónként. Az intézkedést, ahogy magyarázták, a belföldi gazdák védelme érdekében hozták meg, mivel a tej és tejtermékek behozatala az első 5 hónapban 3,5%-kal nagyobb volt, mint tavaly ugyanebben az időszakban.